A legékesebb példája, hogy vége van a bajnokságnak, az, hogy a fiúk nagyban készülődnek a hétvégi záró vacsorára. Nagy tisztelettel köszöntöm László Zoltánt és Kis Gábort, a Tiszavasvári megye első osztály labdarúgó csapat két vezetőjét. Ahogy említettem, vége van a szezonnak. Nagyon szép búcsú volt, idegenben 5-2-es győzelem. Gábor, hogy sikerült a fiúkat felinspirálni ennyire? Ugye ez egy elhalasztott mérkőzés volt, a 13-12. Fordulóból elhalasztott mérkőzés volt. Mondtam a srácoknak a mérkőzés előtt az öltözőben, hogy az utolsó 90 perc erre az évre, és szedjék össze magukat, és tényleg tegye oda mindenki magát, mert nincsen javítási lehetőség, illetve van, de jó pár hónappal később tudunk csak javítani, ha esetleg nem olyan eredményt érünk el. Ettől függetlenül szünetbe kellett még egy motivációs beszédet tartanom, mert sajnos csak egy-egyes döntetlennel tudtunk szünetre menni, amit Zoli bár neheztelt mérkőzés után is, illetve közben is, de úgy gondolom, hogy a második fél idei játék, mutatott játékunknak köszönhetően teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, ha bár már az első fél idő folyamán is jóval magabiztosabb lehetett volna ez a győzelmünk. Azt hiszem elég rapszódikus volt a csapatjátéka, hiszen volt, amikor parádés játékot mutatott, volt, amikor váratlan vereséget szenvedett. Egy szakvezető szemével milyen volt ez a pálya szélérő, Zoli bácsi? Hányszor bánt a kárát a baseball sapkát? Hát a pálya szélérő ez a szezon tulajdonképpen nem egy rossz szezon volt. Beleszaladtunk két olyan vereségbe, amelyikbe bárki beleszaladhat. A körülmények ott úgy alakultak, illetve a csapat úgy állt hozzá, hogy ott nyerési esélyünk, illetve helytállási esélyünk sem volt. Hál' Istennek két olyan csapat volt, aki ilyen nagybérvű vereséget rót ránk az a előttünk végzett mindkettő, úgyhogy én annyira nem vagyok szomorodva ebbe. Viszont hiányérzetem van az, hogy hazai pályán nem tudtunk megverni egy Tuzsért, illetve nem tudtuk megverni a másik csapatot, ki volt az Nyír Gyulai csapatot. Nem láttam a egyik mérkőzésre, de ez hiányérzet nekem, és ez a pontoknál is most nagyon hiányzik. Volt bármiféle célkitűzés, hogy ha eljön a fél év, illetve a szezon fele, akkor már pedig muszáj a csapatnak elfoglalni a tabellán A-tól I-ig helyet? Hát úgy indultuk a bajnokságnak, hogy célkitűzés az első hatály, de minél több pontot szerezni. Én a magam magányába 29 pontot terveztem a szezonra, úgyhogy ezt a csapat teljesítette, nem mondhatok rosszat így. Hogy történik ez? Már mondjuk el a kedves tévénézőknek, hogy megvan a sorsolás, leültök, előttettek van a papír, és akkor elkezdtek számolni, na mondjuk ezt mondjuk megverjük, ezzel elégszerünk, ettől kikapunk, viszont ezeket megverjük, és így megvan a 29 pont. Hát tulajdonképpen ezt nem közösen beszéltünk, ez mondom az én magányomban történt, és úgy van, hogy megvan a sorsolás, akkor én leülök, nagyjából ismerem a játék erőket a megyébe, és azt is gondolom, hogy a mi csapatunk körülbelül hova helyezkedik el. Én ezt a dobogós helyet akkor is már reálisan tartottam a 29 ponttal. Gábor, te, aki ismerős vagy a megyei csapatok között, ismered a játékosokat nagyjából, fel tudod mérni az erőviszonyokat, és természetesen ismered a te játékosaidat. Neked az elvárásoknak megfelelő eredmény született, vagy esetleg vannak benned olyan jellegű érzések, hogy kicsit jó lett volna még több pontot szerezni, még eredményesebben végezni? Persze, hogy az emberben mindig van hiányérzet, ugye, mert maximalista, tehát arra törekszik, hogy minél jobb eredményt érjen el. De én úgy gondolom, hogy ez az a megszerzett 30 pont, illetve az elért harmadik hely, az tényleg kiváló eredmény. Ahogy Zoli bá is mondta, ugye az előttünk lévő két csapat tudott minket nagy arányban megverni, ami ez is mutatja, hogy szerintem ők még előttünk járnak, viszont azt is látni kell, hogy a mögöttünk lévő csapatok, többek között egy Nagy Halász, egy Nyír Gyulai, Rakamoz, nagyon kiegyenlített ott is, akárki odaérhet a dobogóra, és én úgy gondolom, hogy igen, ott van a helyünk a dobogó közelébe, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmény lesz, hogyha meg fogjuk tudni tartani ezt a dobogós pozíciót a bajnokság végére is. Ha valaki az augusztus 20-ai ünnepségen kétszer és egy vésű között azt mondja nektek, hogy harmadik helyen fog végezni a csapat, aláírjátok, kiegyeztek vele? Hát ha engem kérdezel először, akkor én kiegyeztem volna vele, de nálam nem az a helyezés a cél, a minél több nyert meccs, illetve minél több pont, és utána jön a helyezés.
Gábor, szerinted sikerült a, hát nem azt mondom, hogy népes, de a hazai közönséget akár a tévéképernyőink keresztül is a játékotokkal kielégíteni? Bízom benne, ha bár igen, ahogy ugye Zoliba is mondta, hogy a célunk az az volt, hogy minél több győzelmet, minél több hazai győzelmet szerettünk volna elérni. Ugye és itt már csúszott is két általán sérelmezett döntetlen, ugye itt a Tuzsér, illetve a nyírgyulai hazai mérkőzések, ahol csak döntetlen tudtunk játszani. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy nem érheti szó a ház elejét, tehát ha nem is mindig sziporkázó játékkal, de azért győzelmeket tudtunk hozni az pályán. Ebbe a két mérkőzésből is magyarázkodhatnék én, hogy mit nem adott meg a bíró, vagy mit nem, de ez most nem az a fórum. Az eredményt kell nézni, nem tudtuk megverni az ellenfeleket. Még ami hiányérzetünk lehet ugye az a szerzett góljaink száma, tehát sem itthon, sem idegenben azért annyira nem jeleskedtünk ebbe. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen előre kell lépni e téren is, hogy minél több gólt szerezzünk hazai pályán is, illetve idegenben is, és akkor ki tudjuk elégíteni még jobban a hazai szurkolóinkat. Talán nem árulok el titkot, vagy lehet, hogy de, hogy pont belecseppentünk abba a megbeszélésbe, amikor egyenként behívjátok ide a játékosokat, és a jövőben is sorsukat döntitek el. Hát nyilván neveket most még nem fogtok mondani, de lesznek távozók most a csapatból, vagy erősítések, vagy milyen elképzelések vannak, nem tudom, még ötök a kompetens Zoli bácsi inkább? Hát mondanám én, akkor tulajdonképpen minden egyes szezonnal ugye leülünk a játékosokkal, eddig is ez történt. Tavaly nyáron volt egy erősebb véráltömlesztés a csapatnál, ami úgy érzem, hogy nagyon jó irányba, nagyon jó eredményt hozott, mert akik ide érkeztek, azok mind jobb teljesítményt nyújtottak, mint akik távoztak. Hát most annyira sok rossz teljesítményt nem látok, illetve a közösségben se lóg annyira ki egy játékos sem, de most is van olyan, akit egy az, hogy a lehetőségek, amelyek a megy bajnokságban vannak, elszólítanak itt tőlünk, és mi is van, akivel nem vagyunk megelégedve, és el fogjuk tulajdonképpen engedni, hogyha talál magának lehetőséget. Ezekről most per pillanat nem publikus, de van olyan egyén, akit biztos, hogy el fog kerülni, ez a Szabó Misi. És frissítés várható? Hát a frissítésben én úgy gondolom, hogy Gábornak kell dönteni, én mindig edzőnek úgy pont szabad kezet adtam, hogy kinézzék a játékosokat, de mielőtt ideigazolnak, akkor viszont megbeszéljük. Mester, hogy látod ezt a kérdést? Még visszatérnék arra, hogy belecsöpöttünk abba, hogy eldöntjük Zoli bácsival a játékosunknak a jövőjét. Annyiban visszatérnék erre, hogy nem mi döntjük el, hanem ők eldöntötték már az elmúlt 15 forduló alatt a saját sorsukat. Mi most csak közöljük velük, hogy ezt hogy értékeljük. Tudjuk, hogy látjátok. Igen. A másik az erősítés, hát igen, mindig szeretnék Zoli bá fülét rágom, mindig minden átigazolási időszakban, hogy a lehetőségen közmérten tudjak erősíteni, amiben, ahogy említette is, szabad kezet kapok. Persze sosem arra törekszünk, hogy úgymond megyebeli sztárjátékosokat igazoljunk, hanem próbálunk arra törekedni, hogy szerényebb, de viszont olyan csapatjátékosokat, akik tudnak a segítségünkre lenni, és beleillenek ebbe a közösségbe. Kell egyáltalán, hogy ez a csapat most minden meccset megnyerje, hiszen azt hiszem, hogy ha megnyernétek az NB, vagyis a megye első osztályt, az NB3-ra lenne reális esély, hogy anyagilag tudná vállalni a csapat? Hát jelen körülmények között biztos, hogy nem lehetne NB3-at vállalni. Én ezt már korábban is elmondtam, mikor jó helyen zártunk egy szezon, hogy egész más gondolkodásnak kellene a városban lenni, hogy itt egy komolyabb NB3-os csapatot működtessen. A eredménytől függetlenül, vagyis a feljutástól függetlenül most is azt mondom, hogy minél több pontot kell szerezni, és akkor utána már legyen a városnak, a vezetésnek a gondja, hogy próbál támogatást megszerezni, illetve a körülményeket kialakítani ahhoz, hogy NB3-as csapat legyen. Én úgy gondolom, hogy Vasváriban a tárgyi feltételek adottak, a anyagi feltételeket viszont meg kell teremteni, ha ilyen meg gondolkodunk. Jelen pillanatban ez nem reális.
csináljunk egy rövid osztályozást, mondjuk 1-től 10-ig kellene a csapat, úgy globálisan a csapat teljesítményét értékelni, akkor hogyan látjátok, Gábor? Én 8-asra osztályoznám, mert ugye vannak azért hiányérzetek, de mindenféleképpen jó teljesítmény nyújtott a csapat. Zoli? Hát én is egy olyan 70-80%-ra értékelem a csapatot. Két fekete pontos mérkőzéssel, de jól végeztünk. Ha vége a beszélgetésnek és szombaton megvan az áróvacsora, akkor elkezdődik a fiúknak egy kis pihír. Mikor kezditek a felkészítést, vagy felkészülést a tavaszi szezonra? Január 9-én találkozunk, akkor lesz. Túl sok szabadidő nem lesz akkor? Igen, nem lesz túl sok szabadidő, már csak azért sem, mert február utolsó hétvégén, tehát február 25-én a versenykiírás szerint már Gyulaházát fogadjuk hazai pályán. És az időjárás ezt nem engedi meg? Ezért mondtam, hogy a versenykiírás szerint, tehát ugye majd itt a környezeti tényezők majd még szóba jöhetnek, illetve közre játszhatnak abba, hogy most lesz-e esetleg forduló, vagy elhalasztják és tolják a bajnoki nyitányt. Mivel ma este még számos teendőtök van, épp ezért nem szeretném rabolni az időt, épp azért most megadnám a lehetőséget, hogy egy-egy mondattal szóljatok mindazokhoz, akik kijöttek a hazai meccsekre és megpróbálták hősiesen buzdítani a csapatot. Jöjjenek többen, és tényleg lássanak jó mérkőzéseket, sok gólt, és álljanak ki a csapat mellett. Én is arra biztatnék mindenkit, hogy jöjjenek minél többen a mérkőzésre. Már csak azért is, mert egy nagyon szép mini stadionban játszhatunk hétről hétre, és tényleg reménykedem benne, hogy még több hazai góllal tudjuk megörvendeztetni őket, és szórakoztatóbbá tenni a mérkőzés számukra. Akkor hajrá fiúk, hajrá Vasfári! Hajrá!